Általában a tesómmal nem szeretünk vásárolni. Na jó, sosem. Azt mondja, hogy tej, karalábi, paradicsom. Csokolom, egy kiló jó kedvet kérek szépen. Vagy legyen inkább kettő. De apával még ez is jó. Ma a pák napja van, ezért minden időt vele akarunk tölteni. Na, azért a piacozás annyira nem hiányzott. De segítünk neki együtt, hát ha gyorsabban haladunk. Ja, köszönöm szépen. Akkor végeztünk? Majdnem. Gyorsan beszaladok a henteshez. Várjatok, meg itt sietek. Tényleg nagyon sietek. Nem is baj. Addig legalább kitalálhatjuk, hogy mivel lephetnénk meg őt. Szerinted ennek örülne? Nem. Köszönjük szépen, nem kérjük. Hát így elég nehéz lesz. Mi szereti? Ez milyen ajándék meg? Kolbász a pák napjára? Szappantartó? Tűtőnek? Jön. Na, most végeztünk. Na, és amikor végre elindultunk volna... Nem vagyok a paradicsomoknál egyáltalán. Mindjárt megyek a kutyakajához. Apa egyszer csak teljesen lefagyott. De annyira, hogy hozzá sem lehetett szólni. Kell egy autogram. Mert hogy a hapsi, aki az előbb slisszant el mellettünk, nem más volt, mint a híres színész, Csőre Gábor. És akkor elkezdődött az autogram hadművelet. A célszemély a krumplikubac felé vette az irányt. Egyes híresztelések szerint a citromnál fordult le jobbra. Csak ne vágjon savanyú képet. Az ügynökünk megközelíti a célszemélyt. 3, 2, 1. Egy pillanat, mindjárt végzek. Ezt kérem. Hát ez nem jött össze. Titokban megkértük Csőre Gábort, hogy mondjon fel nekünk néhány vicces mondatot. Jöttök már? Igen, mindjárt. Mit aztán otthon lejátszottunk apának? Kint megvárlak. Akkor addig ezt meg kifizetem. Hogy várja? Apa konyhaművészetének csodái. A zöldségleves. A tűzhelytől délfelé a mester megkezdi a küldetést. Álmozót ragad, és megszabadítja zsákmányát a fölöslegtől. A mester nem vacakol, most alapos kézmozdulatokkal felkockázza kiszemelt prédáját. Jó ide. Nem marad más hátra, mint az ellenállhatatlan csoki öntet. Micsoda krémes textúra, az ízek tökéletes harmóniája. Melyik az? Ez. A mester... Elégedettel fejezte meg küldetését. Na jó, akkor most már nekem mennem kell, de majd. Jó főzőkézést! Erre biztosan nem számított. Boldog apák napját! Nagyon örült neki. A mester elégedettel fejezte meg küldetését. Szóval tényleg nagyon.